egész nap meg nem állok. Nyílem a füvet, mint az állat. Nehéz ez a hétvége. Szerelős napunk lesz, és mit fogunk szerelni? Hát őt! És a mai videónk főszereplője ez a Powerworks márkanévre hallgató, a robotfűnyíró. És ennek is a P3-as kivitele, amin a dobozból is látszik, hogy 300 négyzetméteres telek területig ajánlja a gyártó. Ez jó indulattal sem több, mint 100 négyzetméter, úgyhogy ezért is döntöttem ennek a típusnak a megvásárlása mellett, mert erre a területre egyszerűen nem kell nagyobb fűnyíró, hiszen a drágábbik típusok mondjuk olyan 600 ezer forintig bezárólag is ugyanezen az elven működnek, csak annyiban különböznek, hogy jóval nagyobb területre ajánlják őket, tehát nem erre a 300 négyzetméterre, hanem jóval többre, illetve nagyobb akkumulátor van bennük, és gyorsabban töltenek, tehát két fűnyírás között nem 4 óra telik el, mint ennél a típusnál, hanem mondjuk csak 60 perc, jóval többször tud nekivágni egy nap alatt. Na most én azt gondolom, hogy persze majd az idő meg a hosszú távú teszt fogja megmondani, de erre a területre szerintem napi egy fűnyírás elég. Egyébként ez a kis fűnyíró is naponta több mint másfél órát tud működni egy töltéssel, ami bőven elég. Ha meg kevés lenne, akkor 4 órát tölt, és utána újra nekivág a kertnek. De erről majd később, ezt majd még elmondom, ezt majd még leteszteljük. Most pedig nézzünk egy unboxingot. Tadám! Mit rejt a csomag tartalma? Ja, ez egy nagyon jó dolog lesz. Itt látjátok, rögtön az elején. Ezt ki kell venni. Micsoda környezetbarát megoldás. Meghatározott hosszakat kell betartani. Ugye a telek széle és a nyírni kívánt felületnél. Ezt kell nagyon követni a tetején ezt a számot. Tök jó. Na, de nézzük tovább, hogy mi van még benne. Hát ugye itt van maga a fűnyíró, nagyon kis tuti darab. Ez a dokkolomásnak lesz a fedélborítója. Na jó, kis kultúrát, minden külön van, ez szintén a dokkolóállomáshoz fog tartozni. Természetesen egy leírás. Ez az a bizonyos határoló húzal, amit körbe kell majd fektetni a kertbe, illetve ugyanezzel a húzallal kell majd megoldani a vezetőkábelezést is. És akkor van még valami, hát nem tudom, mennyire látszik a kamerán, sok-sok földbe szórható szegecs. És a legalján, a fűnyíró alatt van a töltőegység. Így néz ki, amikor még új. Így se látjuk többet. Jól el kell rakni ezt a képet. Szokd a helyszínt, kisöregít, fogsz melózni minden nap. Meghoztam az étkeztetőt, vele fogjuk tölteni. Tök jó, mert ott van rajta egy LED, ami visszajelzést ad majd a töltési állapotról, illetve egyéb információkról. Szóval itt az etető, meg a hálószoba, a konyha és a nappali, és úgy minden egybe. Amúgy azt kéri a gyártó, hogy körülbelül 1 méter legyen a jobb és a bal oldala mellett, szabad hely, hogy rendesen visszataláljon, és előtte egy szintén nagyobb plac legyen, egy olyan 3 méter. Szerintem ezt megugrottuk ezzel a helyszínnel. Nem pont teljesen ott lesz, de majd mindjárt bepozícionálom. A francba kertet kell hozzáépíteni. Amúgy, aki egy kicsit is ismer engem, az tudja, hogy én ezeket a leírásokat abban a pillanatban hajítom el, amikor kiveszem a dobozból, de ezúttal nem ez van. Ennél a kütyűnél ezt sajnos át kell olvasni elég rendesen. Ha minden igaz, kapok hozzá 10 méter kábelt. Hát nagyon remélem, hogy elég lesz. Csináljunk egy pici valóságsút, jó? Elég lesz-e a 10 méter kábel a töltőig? Fú, de izgulok, vajon meg lesz-e? Oké. Okay. Megvan. Annyira nem volt izgi. Mielőtt nekikezdenék az egésznek, ugye egy ilyen fűnyíros videóból mi kéne
következzen. Az, hogy itt mondjuk egy gyönyörű szép pázsit van, gyeptégla, frissen fektetve, kertész által rendezett terület kéne, hogy legyen. Ehhez képest megnézitek, azért itt van minden egyéb más is, nem csak fű. Fű is van, szép számmal, de termesztettem ott pazsalikomat, oregánót, kakukkfüvet, és szépen nő a fű helyett az oregánó, vagy ez is fű, citromfű. Szóval ezt hívják egyébként nagyon divatosan 2021-ben, hogy ökokert. Tehát amikor a gyermeklánc fűtől az oregánóig, kakukkfőig így minden megtalálható. Meg még egy csomó olyan fű, amit nem is tudom, hogy micsoda. Szóval ez ebbe a kertbe lesz. És hogy miért? Azért, mert hogyha eltelik egy hét, akkor ez már nem néz ki ilyen szépen. Ez amikor frissen nyírod, lehetőleg jó alacsonyra. Egyébként tegnapi nyírás, tehát már most nem annyira gyönyörű. Látszik, hogy a gyermeklánc fűmat már kezd kibújni. Szóval amikor ez frissen van nyírva, akkor gyönyörű szép zöld. És kevésbé érzékeny egyébként a szárazságra és az egyéb kitett környezeti hatásoknak, mint a fű. És amikor nagyon apróra van vágva nagyon rendszeresen, akkor baromi jól néz ki. De amikor eltérik egy hét, akkor már nem oké, mert tudjátok, akkor elkezdenek nagyobbacskák lenni ezek a ökó növénykék, amik itt a kertemben találhatóak. Szóval ezért is egy baromi jó választás ebben a kertben is, nem csak akkor, hogyha friss gyöptéglád van. A robot fűnyíró, mert ő naponta többször, minden nap csodaszépre fogja vágni ezt a pázsitot. És az unboxingnál egyetlen apró dolog elkerült a figyelmemet, az pedig az ide rögzített kulcs volt, enélkül nem fog menni. És ha minden igaz, ready, steady, go! Elkezdhetjük párosítani a telefonnal. Miután ugye letöltöttük a Powerworks applikációt, és felraktuk a fűnyírót a töltőre, adjuk hozzá magát az eszközt. Én egyébként előre letöltöttem ezt az applikációt már a telefonomra, mivel nagyon nem voltam képbe a robot fűnyírók világába, ezért több hetes kutató munka előzte meg, mire megvettem őt. Utána néztem, tényleg megnéztem, hogy a drágább kategória mivel tud többet, mivel másabb, mikor éri meg megvenni, konkrétan mit tud, kiképeztem magam. És hát kijelenthetjük egyébként, hogy jelen pillanatban, ha nem a legolcsóbb, akkor az egyik legolcsóbb robotfűnyíróval állunk szembe. És akkor nézzünk egy QR kódot, mert menők vagyunk, és mi QR kód alapján nyomjuk, igen. Ez baromi gyorsan ment. Na, srácok, miután megadtuk a PIN kódot, azután tovább megyünk, elfogadunk minden licenc szerződést. Jaj, de jó, sikerült, a fűnyíró mostantól párosítva van az eszközzel, és védve van. Szuper, itt elolvashatjuk a telepítési útmutatót, viszont tovább is léphetünk az eszközhöz. Nézzük, mi van a beállítások menüpont alatt. Egészen komolyan teste is szabhatjuk. Itt van egy varázsló is. Nézzük meg, mi van benne. Kívánt munkaórák, legyen nappal. Fő méretén ezt beállítjuk a 100 négyzetmétert. Beállítás varázsló ütemezés, hát ez most mondjuk nagyjából jó is lesz, 8 és 2 között. Oké, megvan. Megvannak a működési idők. Elkezdjük a telepítését. Elindulunk bal irányba, amit egy ilyen 25-35 centire a telek szélétől lefektetünk, körbe visszük, és ha visszaértünk, akkor bedugjuk, és lesz még egy kábelünk, az lesz a vezető kábel. Annyira verjük be, hogy ne feszüljön nagyon a vezeték. Megyünk körbe, végig. Egy ekkora kis terület, most van pontban dél, kíváncsi vagyok, mennyi idő alatt lesz meg.
körbeértünk. Ezt még egy picit majd beljebb ássuk, az a lényeg. És akkor most a vezető húzat leblankoltuk, és megvan neki a helye csinálva tök profi módon. Be kell tolni, és itt ebben a csatornában végig kell vezetni. Ez kb. Ilyen aszimmetrikusan itt megy. Körbe, nagyjából egy olyan 1 méteres távolságra csinálunk még egy hurkot, és bele fogunk csatlakozni a vezető húzalba itt. Ezt fogjuk itt megtoldani egy 3-as csatlakozóval, és aztán mind a 3 kábel itt össze fog érni, mert ugye ezt elvágjuk. És ha ez megvan, akkor készen vagyunk. És akkor az utolsó simítások a vezető húzzal a fektetésnél. Itt urak, és itt van benne. Szóval következik az utolsó fázis. 1 óra 30 perc, meg vagyunk. De előtte egy kicsi lazítás. Nincs más hátra, mint előre. Nézzük meg, hogy indul. Csináljunk egy manuális indulást. Hopp! Nagyon jó! Készen vagyunk teljesen. Árnyékos helyre érdemes rakni. Látjuk, hogy egyébként már félig árnyékban van. Szerintem itt tök jó helye lesz. És akkor legyen egy kis hangteszt. Oké? Okay. Ennyi. Nem lehet összehasonlítani a hagyományos fűnyíróknak a hangjával. Ez a modern házi munka, itt tartunk 2021-be, jacuzzizom, és közben a robotfűnyíró nyírja a füvet. Hát, kell ennél több? Tényleg. Én pihenek, ő dolgozik. Ennyi. Megérdemelt munkabeosztás megszületett.